negatív sarokba én mindig szoktam rögzíteni egy élvédőt, visszafordítom az élvédőt, vagy fordítva rögzítem az élvédőt, jobban mondva. Így soha az életben a negatív sarok nem fog kirepedni, mivel hogy az élvédő műanyag, és a műanyag az nem reped. Az egyik. Másik tényező pedig az, hogy a negatív sarok derékszögű fog lenni, vagy 90 fokba fog lenni a sarok, mivel hogy a műanyag élvédő derékszögű, így a sarok nem lesz kerek, nem lesz domború, hanem derékszögű fog maradni. Sziasztok! Egy újabb építkezés vlogvideó következik. Jobban mondva egy hőszigeteléssel kapcsolatos vlogvideó. És ebben a vlogvideóban az élvédő rögzítéséről és a negatív sarokról lesz szó. Mielőtt elmondanám, hogy miért fontos a negatív sarokra odafigyelni, és hogy milyen technikákat alkalmazzunk, hogy negatív sarkunk kirepedjen. Ezt szeretném mondani, hogy ez a ragasztó egy fehér cement alapú ragasztó, és méz van hozzá keverve, hogy krémes legyen a teteje, vagyis miután elhúzátok lepkével vagy húzóléccel, a ragasztónak a teteje enyhén krémes lesz, és így az eldolgozási felülete könnyebb lesz. Én úgy tudtam, hogy gipsz van hozzáadva ez a cementes alapú ragasztóhoz, de az egyik nézőm, vagy követőm, vagy lehet pont kommentelőm egy olyan kommentet írt a videóm alá, amiben az állt, hogy gipszes alapú ragasztó nem létezik. Utána olvastam, és tényleg, hogy a nézőmnek, vagy a kommentelőmnek volt igaza. Úgyhogy elnézést kérek az eddigi vlogvideók miatt, amiben az hangzott el, hogy gipszes alapú ragasztót alkalmazok, és elnézést a téves információért. Ahogy szokás mondani, az ember az élete során mindig tanul. Megfordítom a kamerát. Ahogy lehet látni, a tűzfalnak ezt a részét eldübeleztem, dübelekhelyét átjavítom. Itt van egy hatalmas nagy hiba, görbeség, vagy eltérés, vagy torlódás, ki hogy akarja mondani, és ezt a torlódást átjavítottam. A ragasztóba beleillesztettem egy műszálas hálót, hogy a vastag réteg ragasztó ne lepedjen szét. És ez a torlódás vagy eltérés azért keletkezik, mert az épület, hogy jól lehet látni, vagyis az épületnek a teteje 2 centivel kintébb van, mint a fal. Tehát ez a beton szerkezet kintébb áll, mint a tűzfal. És valahogy ezt a 2 centi eltérést ugyebár ki kell javítani. A lényeg az, hogy a negatív sarokról szeretnék többet beszélni, és azért fontos a negatív sarokba is egy fordított élvédőt rögzíteni, mint ahogy itt lehet látni, hogy ilyen környéken ugyebár a sarok soha az életben ne lepedjen ki, és hogyha mondjuk a hálót tűritek csak vissza a negatív sarokra, akkor megtörténik az, vagy fennáll annak a veszélye, hogy ahogy a ragasztót elsimítod a sarkon, ilyen tájon ugyebár elvágod a hálót, és a sarkot kireped. Ez az egyik. Fogom mutatni, hogy élvédőzöm fel ezt a negatív sarkot, úgyhogy maradjatok velem, vagy nézzétek végig a videót. Közben írjátok le a komment szekcióba, hogy nektek mi a véleményetek a negatív sarokról, és ti hogy alkalmazzátok az élvédőt, vagy milyen módszert alkalmaztok, hogy ne lepedjen ki a negatív sarkotok. A következő lépés az, hogy nagyon figyeljünk oda a zászlóra. Én mindig L alakú hálót, műszálas hálót szoktam kivágni, vagy műszálas hálót szoktam kivágni L alakba, hogy biztos legyek abba, hogy ilyen környéken soha nem fog kirepedni a sarkom. Arra kell odafigyelni, hogy az L alak 20 centi széles legyen, és így biztos el fogjátok azt kerülni, hogy ilyen környéken kirepedjen a sarkotok. Rengeteg szakember, hát így szokta odarakni a kis hálót, így,
ez is jó megoldás, egyébként a hőszigetelő könyvben benne van, hogy így is lehet alkalmazni a hálót, de az szokott történni, hogy mikor ugyebár ráhúzod a glettet, látod, a háló mindig a saroktól fentebb csúszik, és ilyen tájon ugyebár kireped a sarok. Úgyhogy inkább bellalakba vágjátok ki a hálót, és tehát ilyen környéken nem lesz soha problémátok azzal, hogy kireped a sarok. Maradjatok velem, és mutatom, hogy én hogy rögzítem a negatív sarokba az élvédőt. Hát így néz ki az élvédő, rögzítettem. Következő lépés, hogy ide is fogok egy élvédőt rögzíteni a sarokra. Ami nagyon fontos, hogy nem fog kirepedni a sarok. Ez az egyik, a másik, hogy a műanyag élvédő derékszögű. Így a sarok ugyebár 90 fokba lesz derékszögbe. Én ezt is kettős létszer szoktam beállítani, ezt a negatív élvédőt. Szívem szerint kizsinoroznám, lehet látni, tökéletesen fekszik. Szívem szerint kizsinoroznám, de és majdnem vízban, hát van benne egy ilyen 1-2 mm, ami megengedett. Szívem szerint kizsinoroznám, de rengeteg időt venne fel ez a negatív sarok, és mondjuk értelmét nem látom. Ez az 1-2 mm a 11-2 méterbe semmi. Úgyhogy az elmegy. Hát a következő élvédőt ugyanígy fogom rögzíteni, és mindig tovább. A következő lépés, hogy még átjavítom ezeket a görbességeket, hát görbességeket, ezt a kis eltérést, és utána ráhúzom a ragasztót a közeggyapotra, és beleillesztem a műszálas hálót. Kellemes napot, sziasztok!